És megérkeztünk a gyöngyszemhez, amit most a magyar állam megvásárol, mert ez nagyon sok az érzabaha. A hitelállományát nem tudhatjuk igazából van biztonsági, már itt van. Figyelj, mert ez a plusz erősítés, ez mindenhol ott van? Nem. Szerintem az a fiskója ez. Ez a magyar kocsáppel. Ja! Akkor ott jár nekem egy kis van. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy egy pontnevelő demonstrációt tartanak. Nem húszút kapni jöttünk ide, hanem komoly játszatársággal jöttünk. Mi már utána néztünk jó pár dolognak, hogy itt állunk az MKB előtt, meg kell, hogy említsem. Láttam olyan nyertesítéletet, ahol az MKB banktól az ügyfelek felvettek 14 millió forintot. Visszafizettek már 90 millió forintot, és még nagyon sok millió szeretek volna tőlük követelni ezek. De az ügyfelek úgy gondolták, hogy ez így nem kell, mert a szerződés semmi. Bíróságra vitték a dolgot, és a bíróság úgy találta, hogy igen, igazolom az ügyfélnek, és ezért az MKB bankot kötelezte, hogy fizessen ki a végrehajtónak, külön a feleség és külön a féljavára 2,3-2,3 millió forintot, fizessen ki a bírósági javára másfél millió forintot, és fizessen ki az ügyvédnek 5,366 millió forintot. Tehát az MKB bankot összesen körülbelül 11,5 millió forint díj megfizetésére kötelezte. Úgyhogy tudni, azt szeretném mondani mindenkinek, akinek az MKB bankban van hitelenetője, olvass el, ott van kint a www.hitelsikerek.hu oldal, menjen fel az oldalra, nézze meg nyertesítéleteket, onnan kiorozva össze tudja vágni, össze tudja hasonlítani, hogy a saját hitelszerződésében milyen pontok szintén nem felelnek meg a magyar hatályos fizikának, APT-nek, a munkai törvénykönyvnek és a hitelés pénzintézeti törvénynek, hogy ne csak rögzítéseket mondjak, és utána ő maga is ezeket összeolvasva be tud adni egy keresetet, a nyertessé tudja vinni a dolgot, mert egyre több nyertes, igenis is vannak nyerteserek, egyet kell csak tenni, perelni. Nem kell a fejüket a hónkba tudni, meg kell nézni más nyertesítéleteket, hoz milyen pontokat a HPT 213 HPT-d elkutyai, vagy egyéb más pontok miatt adja a bíróság semmisnek. Ezeket a szerződéseket, és akkor nem kell ezeket a bődületes fúzsorakamatokat kifizetni. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy mondja az ismerősének, rokonának, bárkinek. Ez csak egy példa volt, amit én megjegyeztem, mert valószínűleg ugyanekkor összeget vettem föl én is, és ugyanezzel az ítéletet fogom az én peremezésbe másolni. Köszönöm. Elég messze van. Már úgy megszoktam, hogy foggalni nem esik ki. Csak ennyi ezek annyira messze. Van még egy. Kitartó. Lasszatolok. Na miért? Milyen jó lenne? Hát sajnálom, hogy kakáj kérem a tudatni.
jöttünk ide, és még a bejárati ajtónyukra ír ide, hogy csalók, ide, hogy csalók, ide, alfa. Ezek nem csalták, ezek nem besokták. Rendesen, rendesen, végtelen is itt van. Kéne úrni ide belőle. Jaj, gyerek, van hangban, ne menjetek be. Mert oda nem, azt nem szabad bemenni. Előtérve. Jaj, de nem, 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 nem